Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Fejvár Televízió Portré magazinját, a fejvári beszélgetéseket látják. A mai műsorunkban az elkövetkező 25 percben egy picit elhagyjuk Székesfehérvárt, mondhatjuk, hogy más vizekre evezünk, illetve más vizekre hajózunk, és ez most hatványozottan igaz lesz, hiszen mai műsorunk vendége Fa Nándor, akit nagy tisztelettel köszöntök a stúdiumban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntelek én is, és mindenkit. Ugye hát beszélgetésünk apropója pedig egy abszolút örömteli esemény, hiszen idén ősszel eldőlt, hogy a vendéglob rajtján majd lesz magyar hajós, ott lesz Fa Nándor, sikerült teljesíteni a kvalifikációt. Mennyire volt húzós ez az út? Ugye Newportból indult vissza Fa Nándor, miután a hajót kivitték Franciaországból, és sikerült is megtenni ezt a szükséges 1500 tengeri mérföldet. Hát annál sokkal többet is, és az az igazság, hogy ma már nem a kvalifikáció, és még csak nem is a verseny a nagy megmérettetés, hanem sokkal inkább az, hogy egy olyan hajót, olyan feltételrendszer mellett össze tudjon az ember rakni, amit ez a rendkívül háklis nemzetközi felmérő bizottság alkalmasnak talál. Iszonyú mennyiségű szabály vonatkozik már a hajókra, folyamatos ösztűz alatt van az IMOCA, ezeknek a hajóknak a nemzetközi szövetsége és a versenyrendezők, mert hát olyan nemzetközi vizeken zajlanak a versenyek egyedül és nagy sebességgel, ahol most már egyre többen kritizálják azt, hogy ha bárkit baj ér, akkor ez másoknak okoz problémát. Nem hiszem, hogy ez a kritika jogos volna, mert fajlagosan nincs több baj velünk, mint bárki mással. Ugyanakkor azok a szervezetek, akik erre létrejöttek, azok arra tettek esküt, hogy mindenkit mentenek, akit kell, és máshol is mentik az ő államban, mondjuk az ausztrálok reklamáltak, az ő polgáraikat is mentik másút, de ezzel együtt is ez indukált egy olyan biztonsági szabályrendszer módosítást és követést, ami nagyon sok feladatot ad mindenkinek, nekünk is, és hát ezeket követni, mostani szabályoknak megfelelni, 4 éve dolgozunk ezen, mindig mire mindent megcsinál az ember, addigra változik újra és újra és újra, és követjük és követjük, és nincs ennek vége soha. És én, aki mindig igyekeztem nagyon egyszerű hajót megálmodni és megcsinálni magamnak, azon kapom magamat, hogy már tényleg egy ilyen űrhajóba jövök, megyek, és nem tehetek mást, mert mindig újabb és újabb kütyüket köteleznek ránk, aminek egy része persze kötelező, másik része, vagy hasznos, másik része az kötelező, de nem annyira hasznos. Szóval ezek messze túlszárnyalnak azon, hogy én most beleülök, fölhúzom a vitorlát, és átmegyek az Egyesült Államokba, onnét jöttem vissza. Tehát nekünk, akik régi versenyzők vagyunk, csak egy 1500 mérföldes óceáni út a kvalifikáció, másoknak, akiknek nincsen tapasztalata, ott versenyben kell ezt teljesíteni. Nekem az, hogy Newportból ide átjöttem, ez 3600 mérföld volt, ezt torony magasan elfogadták, és minden rendben van. Még van egy-két olyan felmérés, ami még mindig hátra van, a vízbalaszt mennyiség, mértéket még jönnek, és ki kell üríteni, azt leellenőrzik, ők feltöltik mérővel, hogy hány liter víz van benne, és összehasonlítják az általunk leadott háromdimenziós rajzokkal, hogy valóban akkora a vízbalaszt tartály, mint amit mondtam, a nyomaték valóban akkora, nem csalunk, nem ámítunk. Én nyugodt vagyok, mert tudom, hogy minden stimmel, de ezeket még mindig megcsinálják, és mindig olyanokat találnak ki, ami előtte nem volt a szabálykönyvben, és mindig elém raknak egy listát, hogy tessék megnézni, ez a kötelezettség van, ezt még sose láttam. Nem, mert a múlt héten fogadta el, amit tudom én kicsoda, szóval ilyenek vannak. Hogyan viselkedett a hajó, hiszen ugye tavaly azért egy elég komoly, hát mondjuk így baleset érte a hajót egy kétszemélyes vitorlás versenyen, ugye árbusztér és vitorlavesztés, gondolom azért óriási munka volt itt az elmúlt hónapokban. Az a nagyon próbára tett. Ezzel a 4 éves programmal nekem 2 olyan esemény volt, ami hát ennyi szóval is olyan, mint az üveges tótnak a hanyattesés. Először volt az a bizonyos hajóhéj szerkezet szétválás, ami miatt pont Newportból úgy kellett hazaszállítatni a hajót, és újra építeni az alsó héjat, a külső réteget leszettük, a habot leszettük róla. Ezek ilyen vastag szendvics szerkezet, aminek csak hát 1-2 milliméter változóan a belső rétege
30 mm hab és ugyanúgy 1-2 mm a külső rétege. Ezt az egész külső részt le kellett bontani, kicserélni benne a habot, amit hát elhibáztunk a kivitelezésben, és újraépíteni. Hát ez egy fél évet és egy csomó pénzt elvett tőlem. Most a második ilyen megpróbáltatása az árbolc volt. Nyugodt lélekkel indultunk neki ennek a Transat versenynek, ami Lüárból Brazíliába ment. Úgy gondoltam, hogy a hajó rendben van. Ahhoz képest, amivel a Barcelona World Race-en végigmentünk, egy földkerülő úton végigmentünk, ahhoz képest megerősítettünk mindent, kicseréltünk, megerősítettünk, és mégis egy feltehetően egy szálinktőcsap, tartócsavar törés és csap kiesés következtében ledőlt, összetört az árbóc. Mi már csak azt láttuk, hogy minden a vízben úszik, hát vele a teljes állókötőzet, mozgókötőzet, vitorlák, elektronika, stb. Hát ez egy óriási hanyattesés volt. Akkor motorra bementünk Madeirára, onnét egy szükségárbóccal hazahoztam a hajót. Vásároltam a 13 méter vascsövet, fölállítottunk, szegeztettünk, fölállítottunk egy kéményt. Ráhúztam egy itthoni kis hajómnak a vitorlázatát, és 11 nap alatt visszaporoszkáltunk Szabdalomba. Vettem egy használt árbócot, ami használt árbócnak mondjuk, de igazából zsírúj. Egy másik hajónak a tartalék árbóca volt Svédországba becsomagolva, ott állt a gyártó cégnél, és adaptálni kellett persze az én hajóm feltételrendszerére, az új szabályok tiszteletbe tartására. 4 hónapig dolgoztam rajta ott kint, de végül is tökéletesen megfelel, és azt kell, hogy mondjam így most már a gyakorlat tükrében, hogy sokkal jobb árbóc és vitorlázat és minden együtt, mint ami előtte volt. Ez az út, ez oda az Egyesült Államokba és vissza, ez azt is szolgálta, hogy ezt az új riget kipróbáljuk, és tökéletesen viselkedett, sokkal jobban. Nekem nagyon tetszik az, hogy nincsenek bizonytalan pontok benne, nincs olyan bizonytalan veret, ami úgy ne tetszene a működésében, a biztonsági rendszerében. Ugyanakkor miközben merev, erős, masszív a rendszer, emellett látom, hogy precízen együtt él a vitorlázattal, és a hullámzással, és a menet tulajdonságokkal. Szóval összességében nagyon tetszett, jó élményeket, jó tapasztalatokat hozott ez az oda-vissza út. Mi lesz a további program? Ugye novemberben lesz majd a vendéglub rajtja, hát gondolom addig is azért még rengeteg munka lesz. Azt beszéltem meg mérvadó vitorlázókkal itt a PR-ben, az egyik nyerő esélyes versenyző, a Vincent Rioux. Vele megállapodtunk, hogy én most, ha visszamegyek Szabdalomba, pár apróságot megcsinálok a hajón, és fölvitorlázok Port-la-Forêt-be, az Bretagne alsó sarka, és ott kimegyünk együtt edzeni egy kicsit. Tehát ő jön velem az én hajómon, majd ő kijön a saját hajójával, és összemérünk egy pár napot ott, ilyen tréninggel, tapasztalatgyűjtéssel eltöltünk, utána visszajövök, és már csak a felkészülés itt a Biscayöbölben napi egy-két napos vitorlázásokat csinálok annak tükrében, hogy éppen mit szeretnénk kipróbálni, de rengeteg tesztelés, rengeteg edzés és próba van még előttem, amiket meg is szeretnék, meg is kell csinálni. Ez a meg kell, ez inkább a tapasztalatgyűjtést szolgálja, nem kötelez rá senki, de én szeretném tudni, hogy hol állunk, hol tartunk. Manapság már egy úgynevezett polár görbe, egy hajónak a sebesség karakterisztikája nélkül nem létezik korszerű versenyzés, tehát pontosan tudnom kell, hogy milyen szélben, milyen szélszögön, milyen vitorlázattal, milyen sebességre képes a hajóm, és ennek tükrében mondja meg nekem az időjárás függvényében a program, hogy milyen vitorlázattal merre menjek ahhoz, hogy a legoptimálisabban haladjak. Tehát ezt az adatbázist, ezt még jócskán kell táplálnunk. Vannak benne fehér foltok, amik ma kitöltött fehér foltok, tehát vannak ilyen feltételezett képességei a hajónak, mert ha itt így megy, a kettő között valahogy köztesen megy, de ezt azért ki kell próbálni még. Tehát rengeteg ilyen fehér foltot még be kell vitorlázni. Ugye itt a beszélgetés előtt, mielőtt elkezdtük a felvételt, említette, hogy a Spirit of Hunger, ugye hát most már nevezzük nevén is a hajót azért, hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon kedvenc hajó lett. Igen, azért elmagyarázom bárkinek, hogy a Spirit of Hungary miért lett. Az úgy kezdődött, hogy magyar ambíció, és
egy magyar gyártócég kínálta föl nekem azt a karbonanyagot, amiből a hajót építettük, és úgy a szellemi termék része, mint a fizikai termék része, az teljes mértékben magyar, és egy barátom mondta, hogy ha már ennyire ragaszkodsz itt a magyar kivitelezéshez és a származáshoz, akkor hát miért nem hívott Spirit of Hungary-nek, hát ez a magyar szellem, és miért is ne, először csak a program kapta a nevet, aztán rajta ragadt a hajón is, egyre jobban tetszett mindenkinek, nekem is, így aztán így maradtunk. Tehát Spirit of Hungary ma már megtanulta a világ, bár őket is érdekelte, hogy mit jelent ez, hogy ez most állami támogatást, vagy mit jelent, és mondtam nekik, nem, kérem szépen, ez a szellemet jelenti, azt, amit mi itt képviselünk, és ezt értékelik, és elfogadták. Tehát a hajó, ez valóban nekem a legelső hajóm is kedvencem volt, amivel 92 Vendéglóban volt Alba Régia, annak idején és később átépítés után mentem vele a Vendéglóban. Nagyon szerettem azt a hajót, de a déli óceánokon, nagy hullámok között, főleg bőszélben, tehát ilyen háromnegyed hátszeles tartományokban az iránystabilitása enyhén szóval hagyott kívánivalót maga után. Tehát nem tudtam úgy menni a hajóval, ahogy szerettem volna, állandóan problémák voltak vele, egyre több sérülést szenvedett, olyan saját manővereket csinált a hajó, amik aztán kárt okoztak, bumtörés, spinnaker bumtörés, vitorlaszakadás, hogy muszáj volt lelassítanom a hajót, mert veszélyes volt, és ettől aztán ott helyezéseket veszítettem. Hát gyakorlatilag abban a Vendéglóban én a második helyen vitorláztam, és ebből lett egy ötödik hely. Ez mind amiatt ment el, hogy a déli vizekén napi 30-50 mérföldet veszítettem, mert muszáj volt lelassítani. Visszagyorsítottam, mert fájt, és akkor megint történtek problémák. Eltört a nagy vitorlámnak az alsó bumja, azt mire megjavítottam, majdnem egy hét elment vele, hát azért ott hideg van, és vízesés, mozog minden. De azért megjavítottam, de a lényeg az, hogy annak a hajónak voltak ilyen hiányosságai, most ez a hajó ilyen szempontból már tökéletes, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon barátságos, szolgálatkész, gyors és masszív hajó a Spirit of Hungary, nagyon szeretem, nem csak azért, mert a mi lányunk, hanem egész egyszerűen jó vele vitorlázni. Amikor az éjszakában rohanunk a nagy hullámok között, és bármilyen körülmények között én nyugodt vagyok bent, mert tudom, hogy kint az történik, aminek történnie kell. Hát nyilván erre pedig nagy szükség is lesz egy olyan verseny, mint a Vendéglóbe, hogy az ember abszolút tudja, hogy mi történik a hajójával. Hát enélkül neki menni, én nem is szeretnék. Én pontosan tudom, hogy mi van a déli óceán, akkor most már négyszer megjártam. És oda lemenni versenyszellemben, ahol a maximumot próbálom kihozni a hajóból, magamból, és ez nem csak egy óra, nem egy nap, hanem hetek, óriási sebesség, és ez nagyon fárasztó és frusztráló, még akkor is, ha minden rendben van. Szóval oda lemenni, a napi 400 mérföldeket vitorlázni egy nem megbízható hajóval az öngyilkosság, én nem is szeretném tenni, annál már öregebb vagyok, hogy én most ott kockáztassak bármit, de ez a hajó, ez tudja, tudott kockázat nélkül. Kockázat mindig van persze, mindig történhet valami, de olyan, amiről tudnék, és azt mondom, na ezt bevállalom, ilyen nincsen, úgy összességében bevállalom mindazt, ami ott történik, és ami történhet velünk, de semmiféle kompromisszumot ma nem látok a hajóban, mint eszközben. Pont ezt akartam megkérdezni, és itt szóba is került, hogy nyilván az ember felkészíti a hajóját, amennyire tudja, mindent előkészít benne, önmagát mennyire kell felkészítenie, hiszen azért ez egy egyszemélyes földkerülő vitorlásverseny, hát én azt mondom, hogy az egyik, tehát az egyik legnagyobb kihívás a sportoló emberek számára, aki sportra vállalkozik, legyen az bármilyen sportág, azért egyedül megkerülni a földet vitorláshajóval, az igen, az kihívás. Tudni kell, hogy a korszerű hajók sokkal gyorsabbak, mint az előző generációk voltak, de ennek a sebesség plusznak azért ára van. Sokkal a munkásabbak a mostani hajók, mint a régiek. Precízebbek a vitorlaválasztások, jobban megvan az adott vitorlázat az adott szélre, több vitorlánk van, hatékonyabb vitorláink vannak, de ez mind több munkát igényel. Több vitorlacsere van, a vitorlák nagyok, az árbóc magas, a vitorlák nagyok, itt a vízszinttől 30 méterről beszélünk, maximum a 600 négyzetméternyi vitorláról beszélünk. Ezek irdatlan méretek, még akkor is, ha csak így egy focipályán nézem,
De amikor fönt van, és érzem, hogy a szél változik, a szélirány, a szélereje változik, arra azonnal reagálni kell, és egy vitorlát leszedni, az mondjuk 30 perc, kemény fizikai munka, a következőt felhúzni, az ugyanolyan 30 perc, néha egy-egy vitorla cserével nagyon megküzdök, és az egyáltalán nem véletlen, hogy egy ilyen úton is, ami mondjuk most nem verseny volt, csak egy teljesítményvitorládás, a Newporttól idáig én fogytam, vagy 6 kilót, mert hát az a fajta fizikai igénybevétel, és csak 2 hét volt, az megvan. Ettem, mindenem megvolt, és mégis egyre szálkásodtam. Nem lettem tőle gyengébb, nem úgy fogytam el, hogy energiában, hanem egész egyszerűen elégett rólam minden fölösleg. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezekre a versenyekre a legjobb felkészülés a vitorlázás. Nem véletlen akarok egyre többet vitorlázni kint, mert én most hiába megyek el biciklizni, futni, úszni, bármit csinálni, nem pótolja azt, hogy én most ott vagyok a csörlő mellett, és 20 percig tekerem. Ahhoz oda kell állni a csörlőm mellé és tekerni, ahhoz, hogy én majd a verseny rajtja után is mindezt meg tudjam tenni, és ne okozzon problémát. Ne az legyen, hogy megteszem az első nap mindazt, amit kell, és utána 2 napig nem tudom fölemelni a kezemet. Tehát ez benne van, és a fizikai felkészülés itt nagyon-nagyon fontos, de nem tudom semmivel modellezni. Azzal kell felkészülnöm, ami a maga a tevékenység. Tehát megyek ki az óceánra és vitorlázok. Lelkileg is kell készülni egy ilyen rutinos versenyzőnek, mint Van Andor? Hiszen azért tényleg ott egyedül van az ember. Mindenkinek kell készülni, én azt gondolom, de számomra ez nem igényel külön felkészülést. Nekem most nem kell arról meggyőzni magamat, hogy hova megyek, mi lesz velem, mi történik, mi történhet. Én pontosan tudom, hova megyek, miért megyek, és mi történhet velem. És én most, amikor úgy döntöttem, hogy visszatérek még egy verseny széria erejéig, és hát ennek nyilván a csúcsversenye a Vendée Globe, akkor nagyon pontosan tudtam, hogy mire vállalkozom, és azt is pontosan tudtam, hogy ez lesz az utolsó. És én nagyon készülök arra, hogy ezt megéljem. Tehát nem úgy állok neki, hogy alig várom már, hogy az egyenlítőnél legyek, ott alig várom, hogy elkerüljem a jó reménységfokot, aztán a honfokot, és egyszer csak jöjjek kifelé. Nem, én szeretnék minden egyes napot, minden egyes momentumot megélni, mert tudom, hogy ez a gyönyörű planéta, a gyönyörű óceánjaival nekem már nem tartogatja ugyanezt az élményt többé. Régen mindig benne volt a remény, még akkor is, amikor visszavonultam, benne volt a remény, hogy visszakerülök még ide, és még látom. Látom még a honfokot, tehát ez egy fenséges dolog vízről 5-7 vitorlázás után odaérni a honfokhoz. De most tudom, hogy ez lesz az utolsó, és ezt most az utolsó másodpercig ki szeretném élni és élvezni a maga küzdelmes módján. Tehát olyan fajta lelki vagy mentális felkészülés, amit azért néhány versenyzőnél látok. Nekem erre most nincs szükségem, eléggé tisztában vagyok vele, hogy mi lesz velem következő néhány hónapban. Hogyan telik, melyik a saját tapasztalatok alapján egy ilyen vendégklubnak, melyek a legnehezebb részei, melyik a legnehezebb területek? Én amitől félek, szó szerint, az a rajt. Nem azért, mert nehéz elrajtolni, hanem tudom, hogy lesz ott több ezer nézőhajó. Irdatlan mozgás a vízen. Tehát egy olyan betapétázzák az óceánt, és ugyan van egy védett zóna, honnét a hajók, egy csatorna, amin kimegyünk a védett zónába, a védett zóna, honnét elrajtol, egy mérföldször, egy mérföldes terület, honnét elrajtol a 30 hajó, de utána ez az irdatlan hajóhad utána ered a mezőnynek, és ahogy vitorlázunk ki, ezek ott vannak, és a különböző hajóknak a szponzori, technikai csapat, stb. Ha motorosai ott sertepertélnek körülötte, és az első 10 mérföld az hihetetlen nehéz lesz, hogy balesetmentesen valahogy kifűzzük magunkat innét, és az kifejezetten szurkolok, hogy ott ne történjen semmiféle baleset nyár az elején. Volt már ilyen, az utolsó versenyben is volt ilyen, ahol vissza kellett fordulni, és egy lukat befoltozni a hajón, mert neki mentek. Ettől kifejezetten tartok, de maga a verseny az úgy gondolom még a legrosszabb körülmények között is olyat tartogat, amiről tudom, hogy micsoda. Tehát igazából olyan része a versenynek, amitől tartanék vagy félnék, olyan nincs. Ha a rajton túl vagyunk, probléma nélkül elhajóztunk, utána már mi vagyunk és tesszük a dolgunkat. Mennyire alakult át a
úgymond a mezőny, hiszen nagyon sok, tudom, hogy azért nagyon sok kortással is vitorlázik, de nagyon sokan abbahagyták, nagyon sok fiatal kezdte el. Vannak tehetséges vitorlások? Csak. A fiatalabbak között? Csak tehetséges vitorlások vannak. Ez egy olyan kiválasztó rendszer után kerül föl valaki 60 lábba a profi osztályba, mint a Forma 1-esbe. És a Forma 1-be még csöndbe hozzáteszem, be lehet vásárolni magát valakinek. Itt azért nincs ilyen. Itt nem arról szól, hogy néhány gazdag figura, akinek van ilyen ambíciója, az a gyerekét, a kedvencét betolja valamilyen osztályba, vagy valamelyik autóba. Itt nem megy ez. Akik följönnek, itt versenyeznek, azok elindultak kishajóból, és sorba tanulják meg a szükséges tudnivalókat. Osztályról osztályra mennek előre, és a végül aki idejér, azok mindent tudnak. Ezek a fiatal srácok, akik itt vannak a mezőnyben, ezek kifogástalan tudású és ambíciójú skipperek, és véletlen se szabad egyiket se lebecsülni, attól függetlenül, hogy éppen milyen hajóban ülnek. Nincs könnyű ellenfél. Tehát ebben a mezőnyben már bárkit megverni, az egy küzdelem, mint ahogy nyilván engem is, mert hát én is azért megyek oda. Az előbb még volt a kérdésednek egy olyan része, hogy milyen igénybevétel. Úgy nagyjából azt képzeljétek el, hogy nincs éjszaka, nincs nappal, nincs ilyen időszak, olyan időszak, non-stop üzem van, non-stop szolgálat van. Nekem van a hajomban most egy ilyen szép nagy babzsák, és úgy viszatlan ruhástól ledőlök rá aludni 20 percet, és minden megy tovább. Tehát arra nincs idő, hogy az ember levetkőzön és ágyba feküdjön, vagy hálózsákba bújjon. Tehát meglehetősen szigorúak a feltételek, és hát mindezt 3 hónapig. Ami a nagyon fontos, és ezen dolgozunk még, ez egy picit alulbecsültem mindig is, meg most is, de ezen a transatlantin most kijött, hogy az élelmezésemet picit tudományosabb alapra kell helyezni, precízebben tudnom kell, hogy mennyi kalóriát viszek be, és amikor egy nehéz napot kifogok, akkor ne szaladjak ki az energiából. Volt ilyen most többször is megtörtént velem, hogy manőver közben úgy éreztem, hogy itt a vég, nem vagyok, nem, nincs elég erő bennem. Persze megoldottam mindent, de már olyan energiák mozgósításával, ami nem normális, nem így kéne annak működni. Tehát most a kalória mennyiséget azt ellenőrizni fogjuk, és valószínűleg erre a versenyre életemben először napi csomagokat összerakunk. Reggeli, ebéd, vacsora, alapok, és rá még mindaz, ami kell. Tehát, hogy meglegyen az a napi 6000 kalória, különben előbb-utóbb deficitbe kerülünk. Pont ezt akartam mondani, hogy viszont akkor előre is kell készülni ezzel, hiszen nem lehet hogy most számolgatni, hogy éppen egy vihar van például, hogy most ne. Akkor mennyit egyek, mennyit ne egyek. Nem. A Barcelona völgyrészen a Konrádnak már voltak ilyen csomagjai, napi csomagjai. Nekem nem. Nekem volt egy halmazom, és amit éppen megkívántam, azt kiszedtem belőle, és hogyha nem kívántam semmit, akkor volt, úgyhogy egy fél napig nem ettem. De akkor azért mégiscsak ketten voltunk, most egyedül leszek, és ha van étvágy, ha nincs étvágy, valamit be kell gyűrni, kell a kalória. Hát én azt kívánom, hogy akkor csak az alapcsomagok fogjanak, és nagyon sok plusz kalóriát ne kelljen bevinni, így viszonylag jó út legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat, és tényleg jó felkészülést, és kiváló versenyt kívánok majd a vendéglóban. Köszönöm. És természetesen ezt mondom is a nézőknek, hogy majd folyamatosan beszámolunk itt a Fejvár Televízióban. Fanándor útjáról köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.